Szia! Nézzük meg, hogy a sorstervező kártyák mit üzennek erre a hétre. Nemrég készítettem egy videót arról, hogy a sorstervező kártyák mit üzennek a koronavírussal kapcsolatban ebben a helyzetben nekünk, és készült egy olyan videó is, ahol azt Magyarországra vetítjük le. Most úgy döntöttem, hogy minden héten készítek egy olyan videót, ahol az adott heti üzenetet vizsgáljuk meg, mert annyira változik a helyzet, annyira változnak a körülmények, a megéléseink, hogy hetente érdemes megnézni, hogy mi az, amire oda kell figyelnünk, mi az, ami zajlik bennünk, körülöttünk. Nézzünk először egy általános üzenetet. Úgyhogy az összes kártyát használjuk. Nézd, a hét felszíre hozza bennünk az agressziót. Hát, én kérek elnézést, de ez a nap jó és rossz híre, vagy a hét jó és rossz híre. A jó híre az, hogy felhozza, és ettől ki tud oldódni. A rossz híre az, hogy felhozza, tehát feljön. Mit folytasz el? Mit tesz agresszívvé? Az agresszió elfolytásból származik. Miért vagy dühös? A düh és az agresszió elfolytásból fakad, fedezd fel magadban a forrását. Az agressziót kétfelé fordíthatod, kifelé vagy befelé. Te melyiket választottad? Mindkettő visszahúz és árt. Dühödj fel a megrekedtségen és használd fel a düh transformáló erejét használt teremtésre. Éppen ez fogalmazódott meg most bennem, hogy dühös vagyok ettől a helyzettől. Dühös vagyok, hogy ide jutottunk, dühös vagyok azért, mert nem voltunk képesek ezt elkerülni, mi, mint emberiség. Dühös vagyok azért, mert én is hozzájárultam, dühös vagyok attól, ahogy az emberek viszonyulnak egymáshoz, dühös vagyok, mert be vagyunk zárva, mert bizonytalan ez a helyzet. Te mitől vagy dühös? Mindaz, amit eddig elfojtottál, ezen a héten különösen a felszínre tör, ezen a héten most ez a fő üzenet, hogy fedezzük fel magunkban. Ettől függetlenül összességében én jól érzem magam, és ki lehet hozni ebből a helyzetből is valami jót, de ebben a szituációban, amiket elmondtam, azok tényleg dühítenek. Én nagyon szeretem a düh erejét felhasználni teremtésre, általában dühös leszek, és nem szeretek dühös lenni, úgyhogy mérgemben mindig kihozok valami jót abból a helyzetből, ami dühössé tett. Most külön vettem, úgyhogy nagyon szeretek a düh erejével dolgozni. És figyelj arra, hogy nem vagy agresszív. Nincs agresszív ember. Ha csak nem ébredtél bármikor, úgyhogy aztán ma agresszív leszek. Ha ezt nem tudod elképzelni bárkiről, akkor most már azt is tudod, hogy nincs agresszív ember, elfolytások vannak, és amit elfolytunk, az előbb-utóbb a felszínre tör. Tudod, miért veszélyes ez? Mert nem az tör elő, és nem úgy, amit elfolytottál, hanem máshol, máshogyan, eltorzulva, sokkal nagyobb erővel, akkor, amikor éppen nem figyelsz oda, és akkor, amikor éppen nem vagy a toppon. Ez az agresszió, amit az elfolytások szülnek. És ezeket jó is, ha kihozza belőlünk ez a helyzet, mert amíg ezek a felszín alatt elnyomva bugyognak, forrongnak, addig nem tudunk előrébb lépni. Mi a fő fék ezen a héten? Mi az az akadály, amit a leginkább fel kell ismernünk és le kell küzdenünk? Az agresszió. Ezt nem rakozom tovább. Ugyanis ugyanez alap jött ki arra is, hogy ez a koronavírusos helyzet elsősorban milyen érzelmeket hoz elő az emberekből. És azon a videón is az agresszióról beszélek. És most is kifejtettem, úgyhogy én mélyen elfojtás ellenes vagyok. Nem sok rosszabb dolog van, mint az elfojtás. Mondják, hogy energia nem vészel, csak átalakul. Én úgy fogalmaznék, hogy energia nem vészel, csak átalakul, illetve irányt tudsz adni neki. Nem tudsz megszüntetni energiákat. Ha elfojtatod, elfojtod, majd a felszínre tör. Úgyhogy
inkább fel kell ismerni, és dolgozni kell az erejével, az energiájával, mert az elfolytással nem szüntetsz meg semmit. Csak egy picit nem veszel róla tudomást. Aztán majd úgyis kénytelen leszel, csak akkor már egy nehezített helyzetben. Tehát engedjük, hogy felszínre jöjjön az agresszió. Igenis kellemetlen, nehéz, bizonytalan ez a helyzet. Nem kell, hogy minden pillanatban jól érezd magad. Amíg emberből vagy, ez nagyjából lehetetlen. Nincs olyan ember, aki mindig jól érzi magát. Azt elhiszem, hogy ő úgy gondolja, de hogy valójában nem úgy van, és az majd a felszínre tör, arról meg vagyok győződve. Ha felismertük az elfolytásainkat, elkezdjük felszínre hozni, és utána dolgozunk velük, mert ez nem arról szól, hogy engedem, hogy agresszív legyek, hanem felszínre hozom az agressziót, és nem agresszív viselkedésben kellene kitörnie, bár ha azt tapasztalsz másoknál vagy magadnál, tudd, hogy ez a helyzet most ezt hozza ki, tanulj belőle, de alapvetően ezzel inkább dolgoznunk kell, hogy ne egymás haját vagy a sajátunkat tépjük, hanem felszabaduljon ez az energia, és másra tudjuk használni. Hogyan tudjuk másra használni? Nézzünk egy tudatos teremtőerő kártyát. Az időzítés ereje. Szeretem ezt a szót, én a türelem helyett használom, mert senki nem türelmes, ahogy senki nem türelmetlen. Amikor valaminek itt van az ideje, akkor én nagyon türelmetlen vagyok. Ha nincs itt az ideje, akkor meg a végletekig türelmes tudok lenni. Nem az a kérdés, hogy türelmes vagy türelmetlen. Az a kérdés, hogy megfelelően időzítesz-e. Tehát nem a türelem a kulcs, hanem a megfelelő időzítés. Az időzítést kell jól használnunk, de az agressziónál is. Mondjuk ne a szeretteink előtt törjön ki belőlünk az agresszió, ha egy mód van rá, hanem időzítsük akkorra, amikor tudunk vele mit kezdeni. A megfelelő időzítés kulcsfontosságú. Gyakran mondják, hogy legyünk türelmesek, főleg ebben a helyzetben, nem? De mégis mihez képest? Nem a türelem a kulcs, hanem a megfelelő időzítés. Lassíts le, ez a helyzet abszolút a lelassításról szól, és figyeld meg, minek van itt az ideje, a cselekvésnek, vagy a várakozásnak. Ha a cselekvésnek, ne halogass, lépj. Ha a várakozásnak, pihenj. Mindegyiknek helye van. A kulcs az időzítés. Ez a helyzet a lelassításról szól. Nem a lustaságról és arról, hogy ne csináljunk semmit, hanem arról, hogy lelassítsunk, mert akkor, amikor éppen nem csak rohanunk, akkor van időnk odafigyelni. Mi a várható eredménye ennek a hétnek, hogyha felismerjük az agressziót, kioldjuk és megtanulunk időzíteni? Tehát ezen a héten különösen figyeljünk az időzítésre. Mi lehet a kimenetel? Harmónia. Hát, ha már nem vagyunk agresszívak, tudunk időzíteni, akkor az eredménye harmónia lesz. Az, hogy harmóniában vagy önmagaddal és a léttel. A harmóniában vagy az egészséget is hoz. Képessé váltál arra, ez lesz az eredmény, hogy harmóniában élj és cselekedj. Harmóniában vagy önmagaddal és a léttel. Tudsz elcsendesedni, de amikor jön feléd egy új információ, impulzus vagy új váratlan dolog történik, összhangba tudsz kerülni vele, és azt felhasználva tudsz tovább haladni az utadon. A harmónia nem azt jelenti, hogy nem érdekel, vagy nem csinálsz semmit, ahogy mondtam korábban, hanem azt, hogy harmóniában vagy a céloddal, azaz egymás felé haladtok. Élvezd. A harmónia nem azt jelenti, hogy nem foglalkozol dolgokkal, hanem el tudod dönteni, mi a fontos, mi nem, minek van itt az ideje és mi nem, és a harmóniának az agresszió fog helyet csinálni. Kiengedjük magunkból az agressziót, elengedjük, helyet csinálunk a harmóniának. Erre érdemes odafigyelnünk ezen a héten. Én ehhez kívánok neked sok felismerést, inspiráló gondolatokat, erőt és kitartást. Szép hetet!